Na, üdvözlök mindenkit! Ma itt vagyunk a Half-Life 1-jel, és hogy ez most hogy is történt, ezt ugye föl is vezetem. Na szóval, arra gondoltam, hogyha már megvettem nemrégibe leárazva a Steam Packet, amiben sok ilyen valvos játék volt, és be kéne pótolnom a Half-Life-ot is az összes részt életembe, kicsit művelődjünk, mert amúgy ezek nekem kimaradtak. És arra gondoltam, hogy akkor már ezek ilyen rövidebb vágott részekként fölmehetnének így ilyen pótló részekként, egy két GTA 4 végigjátszás között, hogy legyen egy kis változatosság, és akkor hát legalább művelődünk. Mivel itt most nincs senki, szóval no vendégszereplő, ugye milyen furcsa végre először. Arra gondoltam, hogy ezek tényleg ilyen vágottabb, rövidebb videók lesznek, és hát, hogy inkább több vágással, hogy az érdekesebb legyen, hát de azt mondom, hogy kezdjük el. Hát tényleg nekem Half-Life-val nincs sok tapasztalatom, max annyi, hogy kicsit játszogattam vele. Na hát, de akkor vágjunk is bele. Good morning, and welcome to the... Na, itt is vagyunk az intro. Szóval ennyit tudok, hogy itt vagyunk a Black Mesa kutatólaborba. Ezt mi vagyunk a híres neves Gordon Freeman. És akkor most ezt itt végig kell várni, ezt a rohadt hosszú vonatos körbevezető intrót, amiközben kétszer meg lehet szülni, szóval ennek nagyon boldog vagyok, hogy már megint végig kell ezt nézni. Na hát de menjünk is akkor. Közben megy a magyaráz háttérbe, hol járunk, kép, mit látunk. Csak eléggé furcsáltam, hogy ez a játék, ez például nincsenek feliratok, de hát... most ez van. Nem lehet mit csinálni. Néztem, mod van-e hozzá, de... hát... nem nagyon találtam olyat, ami tényleg ér is annyit, hogy betegye az ember. Na, mehetne már gyorsabb ez a vonat is, he, hogy mi ez. Ilyen vonat, metró, akármi. Így. Nem megy ilyen railway-en. Így. Most leengednek. Ez elég érdekes, ez a tipik megálmodott skifi tényleg ez a játék, így amit így a 2000-es évek előtt meg elején így megálmodnak az emberek. Amennyit játszottam vele, az már ugye a katasztrófa után. Amúgy nem rossz, szóval azért is gondoltam, hogy akkor lehet belőle így ilyen végigjátszásszerűség, mert amúgy tök jó kis játéknak tűnik. Leköt, élvezetes. Aztán mit lehet még erről mondani? Egyszerűen tényleg művelődjünk kicsit, na. Na és most írja ki, hogy Gordon Freeman-t irányítjuk, férfi, 27 éves, van PhD-je, MIT-ja, és teork a fizikus. Research. Na és akkor valamilyen faszomanyagok laborjába. És hát ugye itt nagy bajok lesznek, de hát ezt szerintem legtöbben tudják. Nem baj, majd meglátjuk. Mennek ilyen rákos robotok is, tűzik a doboz. Még vonat is van, nézd meg. Csúszó vonat. És sorompó. Meghalok, mi ez a játék? Continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis. Ó, és itt van ez a ember, akiről annyit tudok az évek alatt, hogy ő G-Man. Ennyi, kész. Van öltönyben G-Man. Nem tudom, hogy ő ki és mi, de majd kiderül. De eléggé rejtélyes egy alak. Hogy állott, nézd meg. Nézzé! Work safe. Work smart. Your future depends on it. Now arriving at
Sector C test labs and control facilities. Most végre legalább több mint 5 perc utazgatás után meg is érkeztünk ide. Na, testvérem, gyere ide, nyissad be ezt a vonatot. De só, azért egy gyorsabban pélet. Gyere már! Na mi a helyzet? Morlin, neked is. Dehogy késtem, hagyjál ma. Na végre. Jáj, egy kis mozgást ért. Na gyere. Nyisd szép ezt ki nekem. Mi a helyzet? Hopp, hopp. Kicsit rideg tekintetű szegény, hát de... gondolom nem ez a legjobb munkahely, ki tudja. Sorry, sir, I've got to stay in my boat. Hey, can't you mean sorry? I'm on duty, Mr. Freeman. Sorry, sir. Ha, ezt lehet beszéltek a szegény, de hát úgyis ez a vége, hogy lekoptat. Ennyi is akkor innen, el az útból. Na, és végre megérkeztünk a munkahelyre. Na, engedjetek be! Hello! Szevasz! Te, hogy is épp, hogy megszólalok, azt már azt mondja, hogy már menjek a teszt faszomba. Szia! Te, hogy vagy te elfoglalt? És minden tudósnak ugyanaz a hangja. Na, már is hozzányúltam valami, az is már is baj van. Na jó, inkább menjünk a dolgunkra tényleg. Ó, és eljövünk el, itt van már megint ez az úriember, ez a G-man. Fogja kis oktatáskáját. Mi van, Dilo? Na menjünk, hát nem erre kell menni. De azért körülnézünk. Hát, jó, menjünk. Tű. Erre is megnézzük, mi van. Jó, hát minden. Mindenki lekoptat ebbe a játékba. Kegyetlen emberek dolgoznak itt. Van ez a retina scanner, hát de természetesen ez... természetesen ez, akik nincs hozzáférésünk, szóval... nagyon jól lehet itt dolgozni. Mindenkinek van, ahogy észrevettem, csak nekünk nem. Na, mi a helyzet errefele? Hát, jó, bocs. Együnk egyet. Mikro? Aha. Na jó van, akkor menjünk a dolgunkra. Ez is lekoptat, jó, mire számítottam. Engedj be! Megrángatjuk is, azt elkezd köhincselni. Nemhogy szólna, hogy itt vagyok ám. Na, itt a szekrényünk. Itt van valami kocka, amire nem tudtam rájönni, mai napig ez mi akar lenni. De vegyük föl. Ja, még nem lehet. Itt van Freemannek a tanulmánya, minden, és... ó, csak nem a gyereke. Hát ez elég szomorú, de majd mindjárt meglátja mindenki, hogy miért, meg az is, aki nem tudja. Mondjuk az... az valahogy ritka lehet manapság. És itt van ez a jó kis ruha, amit föl kell venni. Bam! Így, és akkor most már van heltünk is. Meg zseblámpa. Na, felveszik ezt a kockafaszt. Na, és ott alul valami energiába tölt, szóval... valami ehhez van köze. Hello, Gordon Freeman. Cső! Á, és most merre is kell menni? Hogy felejtettem. Á, erre kell, igen. Na, engedj be. Ah, ja. Ez mi volt? A Black Mesa, úristen, milyen szép katona emberek vannak itt. Na. Lemegyünk a lifttel szépen.
konkrétan kirándulnunk kell, amíg bejutunk a munkába. Na, menjünk. Na. Ó. Oh. Van létre is? Ja! Na, hát ez valahogy gyorsabb. Ja. Hello. Ja, van, akkor küldje el te is. Most a mi baj, hogy késtem a munkából, hát na. Nem kell ilyennek lenni már. Szia. Jól, engedjetek át. Ah, igen, jól látni titeket is. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of gamble, but we need the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather they went to some lengths to get it. Én értem én, hogy itt ilyen okos emberek vagytok, de attól nem kell itt pofázni. Nem érdekel, csak küldjetek dolgozni. Na, köszi. Látod, ezt már értik. Na, shut the fuck up. Úristen, mennek itt a fényenergia. Na hát ez jó kezdik, mert szétbaszódik itt a gép is. Na jó, hát akkor let's go. Na végre. Így, né? Ez a leghasznosabb lift. Csinál egy ilyen kanyart, és már itt is vagyunk. Te is itt dolgozol? Na jó, van, menjünk akkor már. Test lab. C33/A. Na, itt fogunk megbaszódni. Menjünk szépen. Mi a helyzet, gyerekek? Yes, but with good reason. Oh, and a kivételesen más a hangja. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, ja, hát, follow standard insertion procedures. Eléggé unstable is a cuccot. Jó hangzik. Szia. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Ne is halljam. Na jó, van, most már engedjetek be, akkor megcsináljuk a bajt gyorsan. Oh. Hát, tiétek a... vagy mi? Enyém a bizalmatok? Hát, jó. Én megteszek, mi, de tőlem terhetők. Úristen, meg is érkeztünk. Na, akkor most let's go. Itt van egy ilyen World Wide Web. Na mindegy, ide fölmegyünk szépen. Így mi? Na és akkor... most kezdődik itt a... dolog. Na, nézd már ki nekem. Igen. Jó lesz ez a... nagy fémruha, amit fölvettem, csak engedjél már. Na. És el is indul a gép. Na nézzük. Valami alternatív dimenzióba próbálunk kaput nyitni, vagy már nem is tudom, mit akarunk. Tehát... hajrá. Na. Very good, igen, very good, bátya. Isten, és belecsapott a ménykű is. Na és akkor most let's go tovább, mert még nem végeztünk ám. Még kellni fog nekünk, ami itt jön. Ebben megtapasztaltam, hogy nem szabad amúgy beleugrani, mert meghalsz. Ezt jó tanácsként elmondom. Még nem is tudom, mire számítottam. Igen, quick leszek. Olyan gyorsan megcsinálom, hogy gyű. Jó van már. De sok magyarázat nézd meg. Na, és akkor most jön nekünk ez a cucc. És akkor nézzük. Csináljuk meg a bajt. Na, a tudomány nevébe. Én most menekülnék inkább.
Ajaj, ott van. És még ki se kapcsol, na tök jó. Ajaj. Jaj, a miskolciak. Ajaj. Hol vagyok? Kinokkoltak? Na ne. Hogy kerülök ide? Ah! Jaj, ne! Borsod megyébe nem akartam jönni! Jaj, de szépek vagytok, testvéreim! Jaj, nem, nincs egy szálcigim! Engedj már! Előre nem látott következmények, hát... Lehet, hogy ez nem így lett tervezve, de csak tippelek. Na jó, hát menjünk a faszomba innen, akkor én azt mondom. Jaj, ne! János! Aha. Engedj már ki! Jó, hát... Szétklessed, de mindegy. Na! Jó, HP az úgy tűnik, nem kell. Albert bácsi maga még él. Hát ezzel mi van? Meghalt ez is? Meg a Morgan Freeman is? Na, mindegy. Jújj, bazd meg! Jíj, hát itt... Szétcsappant egy bácsi. Ez... Ajjajjaj, hát ez nagyon szép. Mindenki meghalt. Na hát... Akkor menjünk, hogyha már mi nem haltunk meg, mert milyen jolók vagyunk. Hál' Isten, a lift az még működik. Minden szét van omolva, de a lift az meg. Ó, ti éljetek. Újjaj. Ti ezt a szép valamit vagytok. Hát ja, élek. Á, a ruhám védett meg. Akkor ti mi a faszért nem vesztek fel egyet? Nem, mint csak kötözködni szeretnék. Ja igen, hát a retina szkennerekhez is ezeknek kell segíteni. Hát akkor gyere nagyon gyorsan. Gyere már, nyisd már ki nekem. Na, így így. Jó van akkor. Jöjj! Ah, ez belém baszott. Itt nincs. Nem nyílik ki az ajtó. Ah, jó, kösz. Megoldotta. Jöjj. Ott van egy ilyen kis rák. Jöjj. Mindenki meghalt. Jöjj! Ne bánts! Ajjaj, ne! Szegény Pali bácsit ketté vágták? Ja! És itt van a híres neves feszítővas. Na azért elég morbid, hogy felfedeztem a játékba, hogy a hullákat amúgy kicsit lehet bántalmazni. Hát mondjuk a kicsit az enyhe kifejezés, mert... Hát szabályosan szétcsapod őket. Szóval már én miattam nem is lesz eltemetve hivatalosan. Na, hol van az a kis rák? Gyere, Angard, köcsög! Na mi van, ha? Meghaltál! Ennyi! Na, visszamegyünk ide. Szegényeknek segítünk. Mármint legalábbis megölöm ezt a rákot itt. Mielőtt kiugranos bántaná őket. Nagy. Ez a sound effect, ez haláli. Mondjuk is simán kiugorhatott volna, hogy látom, hogy megjük. Hajj már meg! Jó. Hát most őket is amúgy szét lehetne verni, de hát... Inkább kegyelmes vagyok.
tulajdonképpen a hős helyett lehetnék itt egy kegyetlen sziopata is, mert a játék megadja rá a lehetőséget, de most inkább kihagynám. Jaj, sziasztok! Aha. Hát jó. Nyugodjatok békébe, ez nem volt valami szép halál. Na azt ez mi már megint? Még a tudós is megszállja, nézd meg. Kicsit szétszedegeti. Miért viselnek tudományos köpenyt? Hát mert gondolom ezek a tudósok, te állat. Láttad, ezért nem tartozott a tudósok közé, mert ilyen hülyeségeket kérdezel. Na adod azt a pisztolyt. Vagy jössz velem? Gyere már, hülye. Gyere. Adod azt a pisztolyt, vagy gyere. Most komolyan nem jön. Na jó. Figyelj már, majd mondd azt, hogy megöltek az idegenek, jó? Semmi személyes, csak egy haszontalan szar volt-e. Na, menjünk is. Most már van pisztolyom. Ez itt mindenki meghal, komolyan mondom. Na mi van, he? Ajaj. De nem tudom, itt a játék hogy működik, de az elővigyázatosságból szétverdesném ezeket a dolgokat itt. Mert úgy döntenének, hogy fölkelnek. Na most merre menjünk akkor? Vegyünk egy üdítőt, azt tölt HP-t? Tölt, hagyjad már, de jó. Na nézzük meg a szekrényünkbe, maradt-e valami, vagy valakiébe. Egy nyitott szekrény. Ammó. Na, nagyon jó. Van itt még egy ilyen kocka. Hát itt a budin már senki sem maradt. Ruhák nincs, hát jó. Akkor menjünk. Na és most merre megint? Hát, nem erre. Nem meg annyi. Jó, let's go. Mi van, öcskös? Hé, buzi. Right. Nem mehetünk itt haza? Hát, nem. Hát jó, akkor menjünk erre. Emlékeim szerint valahol, amint mutkor játszottam, itt lesz. Tudtam, hogy itt vagy, te személy. Ezt akartam pont mondani, tudtam, hogy itt lesz egy. Mutko megharabdált kicsit. Ha megharapott, megcsikárt. Már megint robban itt minden. Ajaj, szegény. Ki tett ide golyóálló üveget, könyörgöm. Ja, megbaszták. Hát itt... Te mit nézett? Por ezt? Ugye, rászníkelünk. És most már ő is fémhalmaz állapotú lett. Kopog nagyokat. Biztos. Te lőtted le őt? És akkor hogy haltál meg? Istenem. És ő is fémes lett. Jaj. Na, akkor let's go.